Egyelőre maradnak a magas árak az ingatlanpiacon. Ez annak is köszönhető, hogy még mindig erősödik a kereslet. A bérleti díjak és az árak is emelkedtek 2018-ban. A piacot több tényező is befolyásolja. Köszöntöm a stúdióban Sereginé Jánvár Jenikő ingatlan szakértőt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan alakult az elmúlt év? Az elmúlt néhány évhez viszonyítva mennyire pörgött fel az ingatlanpiac? Egy kicsit országos kitekintést is tegyünk, és ehhez viszonyítsunk helyi adatokat. Elmondható, hogy országos szinten is, és itt nyíregyházi és Szabolcs megyei szinten is elég dinamikus volt a 2018-as év az előző évekhez képest. A keresleti piacról beszélünk, ami azt jelenti, hogy többen szeretnének ingatlant vásárolni, akár bérelni, mint amennyi ingatlan a piacon van jelenleg. Ez is generálja többek között az árak emelkedését. Milyen négyzetméter árakról beszélhetünk? Nyilván különbséget kell tenni újabb építésű és régi használt lakások között. Igen, az új építésű lakások árai azért a bőven 400 ezer forint fölötti négyzetméter áron mozognak. 400, 420, 450 ezer forintig is elmehetnek akár, természetesen attól függően, hogy hol van az az ingatlan. Viszont a használt ingatlanok négyzetméter ára is hát réglátott magasságokba emelkedett, tehát itt is van olyan hely, van olyan típusú ingatlan, ahol a 400 ezer forintos négyzetméter árat már elértük. Mire van leginkább kereslet? Mi az, amiért hajlandóak akár használtan is ennyit fizetni? Hely a meghatározása a legfontosabb alapvetően egy-egy ügyfelünknél, aki ingatlant szeretne vásárolni. A társasházi lakások lehetőleg negyedik emelet alatt legyen ez a lakás, és most már nem számít, hogy tégla vagy panel. Tehát a panel lakásokat is, mivel nincs túl sok a piacon eladó lakásból, a panel lakásokat is előszeretettel nézik és vásárolják az ügyfeleink. A kisebb vagy a nagyobb alapterületű lakások keresettebbek? A három gyerekes csók miatt a nagyobb alapterületű lakásoknak is emelkedett, a lakások iránti kereslet is emelkedett. Ugye a 10 plusz 10-es csókról beszélek, de mivel minden családnak változó az élethelyzete, a frissen összeházasodott ifjú párok is keresnek kisebb lakásokat, vagy ha már a gyerekek kirepültek otthonról, akkor a szülők kisebbbe mennek. Tehát nem lehet ezt mondani, hogy csak a kisebb, csak a nagyobb, teljesen élethelyzettől függően minden típusú lakásra vannak kereső ügyfeleink. De nyilvánvalóan, ha valaki nagyobbat vásárol, akkor az ő lakása valószínűleg megjelenik a piacon, mint kisebb méretű lakás. Így van, megjelenik. Viszont mivel mint ahogy említettem is, hogy kereseti piacról beszélünk, nem kerül olyan túl sok fejtörésbe eladni egy ingatlant, ha az árat jól határozza meg az ügyfél. Persze, mivel emelkedő árakról beszélünk, azért mindenki szeretné a lehető legtöbbet kihozni az ingatlanából, de azért van egy határ, amit most még nem léptünk át, lehet, hogy egy negyed év múlva már magasabb áron tudná eladni ugyanazt az ingatlant, mint ahogy 2018 év elején nem gondoltuk volna ezt, hogy használt ingatlanért 400 ezer forintos négyzetméter árat el lehet kérni. Kit mennyire szorít az idő? Mik a legfrekventáltabb helyek Nyíregyházán, illetve a megyében? Hát természetesen a belváros és a szoros környezete, de a Józsaváros, belváros felé eső részét is szívesen választják az ügyfelek. Örökösföldnek is vannak olyan szinte már lakó épületei, amit inkább kedvelnek, hogy házszámot megmondják, hogy ők innentől idáig szeretnének, de alapvetően a belváros az, amit első körben keresnek az ügyfelek, aztán kiderül, hogy a kereső ügyfél még nem érte utol a piacot pénztárcaügyileg, tehát akkor már egy kicsit külsőbb részre is hajlandó menni. Mit mondhatunk el a családi házak tekintetében? Ott nem mondhatjuk el a hasonló emelkedést, ott is van kereslet, ott is van kínálat nyilvánvalóan, de nincs akkora nagy volumenű növekedés, mint a lakások, társasházi lakások esetében. Ott is, hát új építésű lakás, családi házakról
nem sokat tudunk, mert kevés van. Tehát a társasházi lakásokat kezdték el igazán építeni. A használt családi házak, a jó állapotú tégla családi házak az, amelyeknek a kedvező most a piaca. Azt gondolnám, hogy a csok, ugye a több gyerekes családokat érintve megmozgatja egy picit a családi ház iránti keresletet is, hiszen sok gyerekkel az ember szívesen megy kertes házba. Igen, de a csoknak nagyon sok kritériuma van, aminek meg kell, hogy feleljen egy családi ház, és több esetben ezen bukik meg a dolog. Tehát mit ezek a legfontosabb kritériumok? Hogy összközműves legyen, hogy akár már másnap be lehessen költözni abba az ingatlanba, fűtésrendszere, vízhálózat, működjön vízhálózatra, legyen kötve, meleg víz az mindenképpen legyen az adott ingatlanban, a szerkezete lehetőleg ne legyen vályog és tetőszerkezet, tehát minden paraméterét alaposan megvizsgálnak, és így bírálják el, hogy erre adható-e a csok vagy sem. Magyarul a csokot nem lehet felújításra használni? Tehát ha én olyan ingatlant veszek meg, ami felújításra szorul, akkor abban már az nem fér bele, hogy a csokból bizonyos nem. összeget erre fordítsuk? A csok kifejezetten ingatlan vásárlásra kialakított állami támogatás, tehát felújítás. Milyen egyéb hitelkonstrukciók a keresettek manapság, amit szívesen választanak a vásárlók, és miért? A 2018-as év, hát a novemberétől a banki hitelkamatok egy picit elindultak felfelé. Az eddigiekben azért a 4% és 4% alatti kamatszintek is, tehát nem volt egyedi, most azért már elindult, és 5 fölött is vannak már. És emiatt a bankok is egy picit óvatosabbra vették a hitelkonstrukcióikat, és azt az ügyfelet részesítik előnyben, és azokat a konstrukciókat állítják be kedvezőbbre, ahol a 10 éves kamatperiódussal tudja az ügyfél igénybe venni a hitelt, mivel hogy 10 év alatt, még ha esetleg meg is emelkednek a hitelkamatok, valószínűleg vissza is mennek. Tehát mindenképpen a 10 éveset és az 5 éveset egyre inkább, tehát magasabb hitelkamatokkal kínálják, hogy nehogy probléma legyen későbbiekben belőle, hogy esetleg egy megszaladt hitelkamat környezet miatt újra bajba kerüljenek a hitelfelvevő ügyfelek. Mennyiben változtatja vagy befolyásolja az ingatlanpiacot a lakáskasszának a módosítása? Hiszen ott ugye megszűnt az állami támogatás. Megszűnt az állami támogatás, viszont a hozzá kapcsolódó hitelek azok kedvezőbb kamatozásúak lehetnek akár, mint a normál banki hitelek. Tehát aki majd tudja azt, hogy 4-8-10 év múlva szeretné ezt felhasználni, akkor egy kedvezőbb kamatozású hitelhez tud hozzájutni, és emiatt akkora nagy visszaeséssel nem lehet számolni. Lesz egy újabb nagyon komoly változás, hiszen a lakásnak az 5%-os áfája hamarosan változik, pontosan december 31-től. Mire lehet számítani az ingatlanpiacon ennek fényében? Hát mindenképpen arra számítunk, hogy a már folyamatban lévő új építésű ingatlanok, akár lakások, akár családi házakról beszélünk, el fogják tudni adni ezt az építő cégek nagy valószínűséggel. Ami pedig esetleg átcsúszik már a 2020-as évre, és nem fér bele már az 5%-os keretbe, és a 27%-os áfa lesz rá jellemző, ott azt be fogják építeni az árba is. Azt is olvastam a MNB elemzésében, novemberben jelent meg egy elemzés, hogy nem egyforma módon, tehát a nagyobb értékű ingatlanokban nem olyan módon, mint a kisebb, tehát meg lesz egy kicsit ez kombinálva, variálva, de hát ezek még csak tervek, még ezt ugye nem tudjuk. Minden esetre növekedést, árnövekedést fog generálni, és a kereslet visszaesését, mert az elég komoly ugrás az árakban, egy 27%-os emelés, és hát ugye azt meg is kell fizetni, még ha hitelt is vesz fel bele valaki. Ezek szerint 2019-ben is pörkös évre számít az ingatlan szakma. Így van, abszolút. Seregi Néján Várjenikő, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Én is köszönöm.